stai să scarmânghe, mă mor. Iui, che mor eterno traio, mai te n-ai antele. Ez a vágás az arcomon. Egy érdekes történet. Lehettem 3-3,5 éves. Ennyire, hogy vissza tudok emlékezni. Sokféle is állatom volt. Szárnyasoktól kezdve. Volt olyan, hogy malacom, juhom, birkám. Aztán volt egy lóham is, aztán volt a galambjaim, nyulaim, és mindenféle kecském. És hát nagyon szerettem a cukros kenyeret. És egy napon megvizeztem a kenyeret, és tettem rá cukrot, mert anya így mutatta nekem, hogy így kell csinálni. Megkentem egy jó nagy darab kis kenyeret, magamnak szeret kenyeret, és akkor kimentem játszani az állatokkal. És hát ebből a cukros kenyérből adtam először a kecskének, aztán adtam a báránynak. Mikor ők haraptak egy kicsikét, ha nem, akkor beletöntem a szájába. Még aztán elmentem egész a lóig. Aztán hát akkor most ővele fogok cukros kenyeret enni. És hát nyújtottam oda a cukros kenyeret, hogy majd harap belőle. Amennyi neki jól esik, aztán majd én is. És hát fogta magát, és ő el akarta venni tőlem az egészet. És ez nekem olyan... Nem, hát mondom, ez így nem megy. Harapjál belőle, és akkor hagyd nekem is. Hát nem ő idegesebb lett, mint én. Illetve nem értettük meg egymást. Én megsértődtem, mert húztam el a kenyeret, és ő is húzta volna el. És aztán az egyik lábával megrugott, megcsapott. Nem vesztettem el az eszméletem. 15 kilométerre van a kórház nagy ecsettől, ez Máté Szalka. És hát be kellett fogni őt a szekérben. És ezt már nagyapám meséli, hogy szerintem olyan sebesen ment az aló, mint soha addig. Vitt engem be a kórházba. Valóban így volt, mert 2 percen múlott az életem. Az orvosok szerint. Aztán, mikor hazajöttem, eladták persze a lovat. Amikor hazajöttem, és már akkor meggyógyultam, akkor mentem az állatokhoz, és ő hiányzott. És kérdeztem a anyától és a nagyapámtól, hogy hol van a ló. Hát, hogy azt elvitték. És hogy ki vitte el, és hogy miért. És hát próbáltak magyarázkodni. Hát ő rosszat csinált neked. Nem, én voltam a rossz. Beteg voltam a lóért. És akkor egy 3 hónap múlva vissza vásároltuk a lovat. Azt a szituációt képzeljük el, hogy én egy faluban élek, és ez a falu nagy ecsed. Én egy telepen lakom, és akkor tél van,
a mínusz 20 fokok röpködnek a levegőben. Az iskola 3 kilométerre van a telettől. Közlekedési eszköz nincsen. És édesapám Budapesten dolgozik. És havonta egyszer jár haza. És akkor kimegy édesanyám a tüzépre, és azt mondja a fuvarosnak, hogy hozzon be 10 mázsa 10 előtt. És akkor azt mondja a fuvaros, hogy hova kell venni a 10 mázsa 10 előtt. Hát erre is el a telepre. És azt mondja a fuvaros, hogy ne haragudj, nem fogom tudni neked elvinni, mert egyrészt vagy ott ragadok, hogy héten sár van, mocsár van, vagy pedig olyan utak vannak, hogy én ott ragadnék le. Na most, hogyha van egy kerékpár vagy bicikli, akkor le fogunk menni, és fogunk hozni 5 mázsa 10 előtt, amennyi el fogunk tudni hozni. És akkor 5 mázsa 10 elővel el leszünk mondjuk 1 vagy 2 hétig, csak itt van most egy-két kérdésem. Az egyik az, hogy hogyan engedem én el a gyermekemet az iskolában, mondjuk minimum. És mondjuk kérdezem én ezt egy nem cigány embertől, mondjuk egy középosztályban élő embertől, te mondd, hogy engeded el a gyermekedet az iskolában? Azt mondja, meleg ruhába, lehetőleg jól lakottan és tisztán. És mondd, hogy várod haza a gyermekedet az iskolából? Meleg szobában, meleg étele, és lehetőleg tiszta szobában. Hány kiló tüzelőt kell eltüzelni egy tüzelésre? Hány kiló fa vagy szén kell, hogy begyújtson az ember, és hogy legyen valami kis meleg? Mondjuk 5 kiló fa. De még nem történt semmi. De kell a másik 5 kiló, hogy egy kis teát vagy valamit meg lehessen csinálni. De aztán tisztán. Ugye ugyan csak meg kell melegíteni majd egy lavorvizet, mert a kút is 3 kilométerre van onnan, és lesz egy lavorvíz, vagy egy kannavíz, amit meg fognak melegíteni, és van 5 gyerek, aki iskolába fog menni, és az első gyerek, aki megfogja az arcát mosni a lavorvízben, illetve hogy félig meg akar mosakodni, akkor nem tudom, hogy a második, illetve a harmadik, vagy negyedik, vagy 5. gyerek ugyanabban a lavorvízben meg fogja tudni mosakodni. De már se tüzelő nincsen újabb vizet melegíteni, és sem víz nincsen, hiszen az már az 3 kilométerre van ettől. És hát így fogok elmenni iskolában, hogy koszosan, így fogok elmenni éhesen, és így tovább, és így tovább. És hogy fog engem hazavárni édesanyám? Hát hogyha újabb kilófa fog elfogyni, már pedig el kell, hogy fogjon. Lehet hideg szobán fogok érkezni, hideg étele fog engem várni. És ugyanabban a lavorvízbe fogok megfürödni este, amiben az első gyerek, én 5. gyerekként. Vagy meg fogok fürödni úgy, vagy nem fogok, és úgy fogok lefeküdni. A kérdésem csupán az volt, hogy de ugyanakkor édesapám dolgozik Budapesten. 2 hetente hazajár. Rendesen dolgozik, rendesen járunk iskolában, csak mégis van valami. Ez önhiba? Ez nem önhiba. Ez társadalmi bűn. Hogy miben különbözök? Nem tudom, ezzel a hasonlattal tudtam éreztetni, hogy miben különbözök. Aztán még különbözök abban, hogy nekem van egy más kultúrám. A cigányságnak is van egy ilyen iratlan, kulturális iratlan 10 parancslata, ami az emberről szól, a szeretetről, a békéről szól, a bölcsességről szól. Nincs fölé és alárendeltség, mellérendeltség van. Bármennyire szegény legyek, és bármennyire legyen ő gazdag, ne mutatkozzék meg ez akkor, amikor mi gondolkodunk, akkor, amikor mi együtt vagyunk. Tulajdonképpen édesanyám egyedül nevelt minket. Édesapám az hétvégeken egy hónap egyszer, illetve kétszer, ahogy volt pénz és lehetősége, jött haza. És aztán ez ment évről évre, hogy édesanyám úgy egyedül nevelt minket, analfabétán. De azt hiszem, hogy akkora szeretetet és egy akkora életkultúrát
kultúrát, amit talán ő is az édesanyjától, édesapjától hozott, tanult, az pótolta mindazt a féle. Nem hiszem, hogy az iskolában ezeket meg lehet tanulni, még egyetemen se lehet ilyeneket megtanulni. Nevelt minket nagy szeretettel. Én is nagyon meleg, kedves családban születtem, ahogy elmondta János is, és a szüleimtől nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam. Én apás típus vagyok, ugyanakkor szerettem az édesanyámat is nagyon, de én az édesapámhoz vonzódtam jobban, és nagyon-nagyon sok jót és sok-sok szeretetet kaptam tőle útravalóul, és mai napig is úgy érzem, hogy borzalmasan hiányoznak. És azt a pluszt, azt a szépet, jót úgy érzem, hogy a János maximálisan tudja nekünk, szóval nekem is a Mucinak biztosítani. A keresztanyám nem igazán akarta, hogy én az Ébikét elvegyem feleségül, mert hát hogy néz ki, hogy egy keresztgyermek elveszi a keresztanya lányát. Ez a cigányoknál nem volt szokás. És hát ő nem akarta ezt. És aztán elmeséltem én keresztapámnak, hogy hát én nagyon, de nagyon szeretem az Ébikét. És hát én nem is bírom elképzelni ő nélküle. És hogy ő nekem segítsen abban, hogy ez ne legyen annyira ellenszenves, ne legyen ennyire taszító. Miért van abban, miért kell taszítani, miért kell azt szétrombolni, hogyha két ember szereti egymást? Hogyha éreznek egymás iránt valamit. És hogy a keresztanya miért így teszi? És akkor abban segített a keresztapám, hogy... És akkor elmesélte nekem ezt a történetet, hogy bármennyire is szeretjük mi egymást, drága fiam. Az élet nem csak ennyi, hogy most szeretjük egymást. Az élet arról is szól, hogy lesznek a jó után jön rossz, illetve fordítva, és hát az élettel élni kell. Mire megkérdeztem tőle, hogy ti nem éltek? De hát ti is éltek keresztanyámmal. És én arra vagyok büszke, hogyan ti éltek. És én hasonlóan szeretnék élni. Írtam egy levelet, egy szerelmes levelet a Ébikének, aztán írtam egy másik szerelmes levelet anyósomnak és az apósomnak, hogy én hasonlóképpen szeretem őket, és hogy ők segítsenek nekem abban, hogy felismerjem azt, hogy ők is szeretnek. Ne írják le, hanem én haza fogok jönni, és úgy fogok hazamenni, hogy én már erre föl vagyok készülve. És akkor látni fogom a szemükben a ragyogást. És akkor én már tudni fogom, hogy akkor ott más már minden békés, és minden rendben van. Ragyogott a szemük, amikor hazajöttem. Együtt kezdtük el a feleségemmel az első osztályt, és együtt fejeztük be a 8 osztályt. És hát ugyanabban a gimnáziumban végeztem én sokkal később, és ugyanabban a gimnáziumban érettségiztem később, ahol a feleségem is, az Ébike.
Az ember ahogyan nő fel, ahol felnő, ahogyan felnő, határozza meg szerintem az embert, aztán az álmait is. Elsősorban azoknak a cigány embereknek, akik összesen veszélyeztetett a hátrányos helyzetű, hogy a mindennapi élettel küzdöttek, tehát a betűvő falat. Az a borzalmas kilátástalanság, hogy nincs egy lakás a fejük fölött. Illetve Budapesten ez számomra érdekes volt, hogy bádokból tákolt kis, nem tudom, sufnik ezek, vagy minek lehet őket hívni, ilyenekbe laktak 5-6 gyerekkel családok, hogy ezeknek lakást tudtam azért kiharcolni a tanástól, valamivel jobb lakást. Megnéztem, hány fiatal, akik a kerületben, ebből hányan járnak iskolában, hanyadikosok, mennyi a visszaeső, megbukott. Tehát egyfajta tehetséggondozásnak próbáltam. Mennyi a középiskolás, hova mennek tovább tanulni, mi ösztönzi őket a tovább tanulásra. Erre klubokat szerveztem és alakítottam ki, ahol pedagógusokat, népművelőket és különböző szakembereket hívtam segítségül, aki heti egy-két alkalommal, de mindenképpen rendszerességgel tanította a gyerekeket. Ibiken rengeteget segített ebben a munkában. Amikor felkerültünk, akkor megkérdezték, hogy Ibike az milyen munkát végez és mit csinál. És mondtam, hogy az Ibike nagy ecseden óvónő volt, ahol cigány és nem cigány gyerekekkel volt egy csoportban, és itt is, a 19. kerületben. A dolog lényege, hogy ő rá is alapozva sikerült fölvállalni mindezt a munkát, egy óriási segítség volt. Aztán táborokat szerveztem ezeknek a gyerekeknek. Aztán állami gondozott gyerekeket hoztam ki a családhoz, a szülőhöz. Mert azt gondoltam, hogy a családban lehet egészséges a nevelése, a neveltetése a gyereknek. A családot kell olyan helyzetben hozni, azzal nem hozunk meg problémát, hogy állami gondozásba fogjuk vinni az egészséges családot. Aztán a klub során a gyermekklubhoz csatlakozott egy ifjúsági klub. Mindazok a fiatalok, akik tovább vagy nem tanultak tovább. Aztán jöttek a családok, aztán jöttek az idősek, aztán egy napon már voltunk 300-an a klubban. És hát különböző rendezvényeket, kulturális rendezvényeket, különböző politikai és irodalmi rendezvényeket szerveztünk, és örültünk egymásnak. Jó volt itt dolgozni. 85-ben alakult meg az Androm együttes. Mindazok gyerekekből, akiket 81-ben ismertünk meg, 80-tól, 81-től és így tovább ismertünk meg a táborokon keresztül, és azokból a fiatalokból, akik megtanulták mindazt, vagy egy részét annak, amit mi akkor tanítottunk a gyerekekkel, ezt meg kellene mutatni a színpadon. És valahogy így kezdődik el az Androm-nak az élete. Az úton ezt a címet is a gyerekek találták ki. Rá egy fél évre megkapta Magyarországon a második cigány folklor együttes, megkapta a második nívódiat. Az első, az a Nagy Ecsedi Fekete Szemek volt, melynek odahaza az egy együttes vezetője voltam. Magas nem? Oy, la-ri-da-ri-na-ri-dan.
na-na-na, la-la-ri-da-na. Álom, álom, gari-dari-na-na. Oly, le, 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 le. Még ráteszünk még egy kicsit. Na jó, rendben van, így is jó. Akkor énekeljük most el a Pavolt. Egészen szépen megfogta. És akkor mandolina vezessetől. Kilenc, tíz éves kislány, mondjuk úgy, hogy kislány,
Nagyon hisztis, kényes voltam. Az igaz. Azt hiszem, mindig melletted voltam, mindig a kezedet fogtam, mindig oda bújtam, ahova te ment. Szóval mindig melletted voltam. Nem tudom, ezt biztos érezted. Erre nagyon sokat sírtam, minden percben sírtam. És mindig oda mentem hozzád, hogy én krémest akarok, én ezt akarok, azt akarok, ide akarok menni, oda akarok menni. És te mindig meghallgattál. És nagyon rendes voltál, nagyon sok szeretetet kaptam tőled. Amikor még ilyen kisgyerekek voltunk, olyan 8-9-10 évesek, szinte a Jancsi egy ilyen második apa szerepet töltött be abban, hogy kinyilvánította a szeretetet meg a jóságot, hogy el lehetett mondani minden bánatunkat neki, minden bajunkat, és segített. Én egy kicsit vissza szeretnék menni akkor magamhoz, hogy nekem az Andodrom miért nagyon jó, meg az, hogy megismertelek téged, együttest. Hát én egy állami gondozó gyerek vagyok, ezt így nagyjából tudjátok. És hát hogy mondjam, szóval nem voltak szüleim. Tehát csak mindig intézetben, és ez nekem ez az Andodrom olyan volt, mint egy család szinte. Szóval táborban megismerkedtünk Matildal, és hogy mondjam, szóval hát kialakult köztünk egy baráti kapcsolat. Aztán ugye írtunk egymásnak levelet, meg mit tudom én. Egyáltalán. Na jó. Ennek voltak következményei, és hát az a lényeg, hogy felkerültem Budapestre. Összekerültünk, amire aztán végül is ti is tudomást szereztetek, az Andodrom. Ez jó. Na és akkor ugye elkezdtünk ugye együtt dolgozgatni. Na most nekem ebből az a szép élmény, szóval én ez erre akarok visszamenni, hogy ez az Andodrom, meg ez az ismeretség, ami köztünk így kialakult, hogy miért fontos. Szóval, hogy mondjam, személy szerint, akkor bekerültem az Andodromba, nekem nagyon, nagyon jól esett az, hogy veled összekerültünk úgy, mint barátok. De aztán ezt már kezdtem úgy többnek érezni, mint barátság. Tehát inkább úgy vettelek, mint a testvéremet, tehát mint a bátyám lennél, érted? Tehát felnéztem rád, meg, hogy mondjam, szóval figyeltem azt, amit te csinálsz. Barátságból aztán átalakultunk komákba is, hál' Istennek, született egy kisgyerek, amit megkereszteltél, Ibikével. Hál' Istennek. És hát, hogy mondjam, szóval ezek olyan dolgok, amit az ember nem tud elfelejteni. Így lehettek sikerélményeim, ami azelőtt nem volt. Tehát nem tudtam elérni. Elérhettem olyat, hogy kimehettem külföldre, Franciaországba például. Ez egy cigány ember életében, vagy legalábbis egy olyanok, hogy mint én állni gondozott, ez egy elérhetetlen dolog. Nem tudom, hogy egy ember hogy tud ennyit adni egy másiknak. Mert szerintem ez a legfontosabb minden emberben, hogy önbizalma legyen. Hogy fel tudja vállalni azt, hogy nyugodtan menjen az utcán, azt, hogy cigány, azt, hogy teljes úgy, ahogy van, el tudja magát fogadni. És azt, hogy találkoztam Jánossal és Ibikével, azt, hogy lementem egy ilyen táborba, attól kezdve teljesen megváltoztam. Minden. Biztosan látni rajtam, hogy tehát nem olyan cigányos az arcom, láti rajtam ezt. Keverék vagyok. Csak az egyik nagyanyám volt német származású.
A család többi tagja az mind cigány. Tehát sok akkord és van a család. Igen, sok akkord van. Inkább az akkord több, az az igazság. És engem cigánynak neveltek, de viszont a körülöttem lévő emberek az mind magyarok voltak. És én hiába néztem ki úgy, mint egy magyar, a jó Istennek nem akartak elfogadni engemet. Engem akkor is azt mondták, hogy cigány, mindig lecigányoztak. 84-ben, amikor már fölköztöttünk Budapestre, 84-ben találkoztam Jánosékkal egy táborba. Lementem, és fantasztikus érzés volt. Én azt hiszem, az volt az első középiskolás tábor. Tessék? Nem, 84-ben volt, ez volt, azt hiszem. Visegrádon volt, igen, Visegrádon volt. 80, úgy emlékszem, az volt a legelső középiskolás tábor. És azután, és azóta is, én érzem, hogy cigány ember vagyok, most már hiába fehér a bőröm, és akárhol vagyok, én nem azt mondom, hogy dicsekszem vele, de hangoztatom azt, hogy én cigány ember vagyok, már csak azért is, hogy lehetőleg ne szólják meg a családomat. Annyira örülök neki, hogy igazából cigány lettem, mert köztetek tudtam igazából cigány lenni. Mert én eddig senki nem volt, én nem voltam, se nem voltam magyar, se nem voltam cigány. De most már érzem, hogy cigányok, igen, cigány ember vagyok, és cigány is akarok maradni. Egyre több ilyen fiatalunk van, hála Istennek. Hála Istennek, és minden még az... cigány a feleséged is. Igen, cigány a feleségem, és itt ül mellettem. A kisbaba is cigány. És szintén táborba ismertem meg őt, és a kisbaba is cigány, az gyönyörű kis cigány gyerek lesz. A fordítva is egy baromi kemény dió, hogy milyen érzés az, amikor az ember fehér bőrrel, meg szőke hajjal, meg kék szemmel, egy csomó cigány ember között próbál úgy ülni, hogy neki nem jut eszébe, hogy cigányok között ül. És most szándékosan mondtam ilyen hangsúlyon, mert nekem ez soha nem jut eszembe ilyen hangsúlyon. És mi van, ha azt érzi, hogy valahogy más? És ez valami olyasmi lehet, mint amit ti éreztek ebben a társadalomban. Hogy valahogy más vagy, neked ez eszedbe sem jutol, ha nem tudatosítanák benned, de tudatosodik attól, hogy van egy csomó helyzet, amikor egyszerűen arcúcsapásként ér a dolog, hogy mégis más vagy. És akkor még azt hiszem, hogy nem igazán volt köztetek olyan ember, akiről azt gondoltam volna, hogy tényleg elfogad, és megérti, hogy én mindenféle előítéletek nélkül vagyok köztetek. És amit az előbb mondta, hogy meg kell hallgatni, és akkor te meghallgattál engem, Jancsi. Úgy is befejezem. Akkor úgy jöttem el otthonról, hogy a barátaim meg a szüleim féltettek attól, hogy cigányok. És ezt elmondtam olyan csillag, amikor Pestre értünk. És akkor is elsírtam magam. És akkor is ugyanezt csináltam. Milyen jó cigány a szörnyen ezzel. Áldja meg a nem tudom, én nekem a származásom az nem jelentett egy ilyen központi hajtóerőt. Én úgy gondolom, hogy a származás az egy dolog az ember életében, de hát nem erre épül az ember élete. Szóval az biztos, hogy nagyon meghatározó volt, hogy cigánynak születtem, és egy cigány családba születtem, de számomra a cigányság az mindig egy feladat volt. Az volt a feladatom, hogy példát mutassak mindenkinek. A környezetemnek, tehát mindig abba a közegbe, ahova kerültem, megpróbáltam áttörni az előítéleteket. Nekem ennyi volt a cigányságom. És hát addig, amíg a Jánosékat nem ismertem, és amíg én nem táboroztam, addig ennek az édességét nem éreztem. Mert azért annak óriási édessége volt, amikor egy-egy ilyen táborba úgy együtt rezdült az egész lelkünk, szóval az egy ilyen mámoros pillanatok voltak, és akkor éreztem, hogy hát ez nagyon jó dolog, hogy emögött nem csak feladat van, hanem érzések, összetartozás, közösség, minden. Igen, tényleg szerettek az emberek. Igen, tényleg úgy érzem, hogy hát miért is bántanának? Persze, hogy a jó után vannak rosszak, hát persze, hogy van.
Engem többen megsértettek természetesen, mint ahogy zajlik az élet, a jó után jön a rossz. De hát én nem sértettem vissza. Nekem nincs közöm ahhoz, hogy tovább sértegessem. Hát ő megsértett, akkor jó, hát megsértett. Én ugyanaz az ember maradok, aki voltam, ugyanúgy merek belenézni a szemében. Vegy észre, hogy akkor is szeretem. Miért nem vagyok határozott? Hogy miért nem mondom az embereknek, hogy nem? Miért nem tanulom meg azt a szót, hogy nem? Hogy nem csinálok, nem adom, nem segítek, nem mondom. Nem. Ilyen szó, ez nincs, hogy nem. Van, mert emberek vagyunk, és van. Van szavunk, van szánk, van szemünk, van érzésünk és gondolatunk. És van egy csomó szívünk. De ami miért nem lehetne az embereké? Hát én érzem az emberek szívét. Hát akkor miért mondjam, hogy nem? Tagadjam meg a létezést? Engedem magamról, ma lebutalé.